Így néz ki jelenleg a Diana téri piac a pécsi kertvárosban. Ez a terület azonban nem sokára megújulhat, mondta stábunknak a terület képviselője a Városházán kedden. Erről is szó esett az önkormányzati cégek beszámolóján a Költségvetési Bizottság előtt. Az előzetes tervek elkészültek, az engedélyezési tervek folyamatban állnak. Ezt tudni kell arról, hogy a tervezésnek le kell zajlani ahhoz, hogy a kivitelezést el tudjuk kezdeni. Nyilván egy közbeszerzési eljárást fogunk majd lebonyolítani, hogy kiválasztjuk a kivitelezőt, ezt követően indulhat a maga a beruházás. Én bízom benne, hogy a közbeszerzés eredményes lesz, és a beruházást időben el tudjuk indítani. Ezt úgy tavaszra tervezők is körülbelül egy fél éve lesz az építkezési rész. Nagyon fontos, hogy itt is lehetőséget adunk a bérlőknek, hogy áruljanak, amíg a piac, az új piac kivitelezés alatt áll, gyakorlatilag a területtől északra az étterem irányába levő aszfaltozott placon lehet majd árulni, ide bódékat tervezünk lerakni, és aki szeretne, ott árulhat. A helyi uniós projektekből maradt 500 millió forint az önkormányzati kasszában. Ezt használják fel a terület megújításához. Erről már 2020-ban döntöttek a képviselők. Az elképzelés szerint 300 millióból a piacrészt fejlesztenék, 200 millióból pedig a piac melletti zöld területet.